Sziasztok srácok, üdv a második videóban, ma pedig bemutatom nektek a második mikrofont, amit fogunk használni a podcastekhez. Ez nem más, mint a HyperX Quadcast S, ez egy RGB-s mikrofon, ezt fogom én használni, ez lesz a fő mikrofon. Nézzünk ugyanúgy erről is egy unboxing videót először, aztán kipróbáljuk, hogy milyen a hangminősége. Na, nyissuk is ki a dobozt, nézzük meg, hogy mit rejt. Egyből felül találhatók ilyen kis kártyák. Egy reklámkártya, még egy reklámkártya és egy használati útmutató. Ez minden. Utána egyből ilyen műanyag dobozt tudom húzni. Ahogy látom, ezzel ki is jött bele minden. Maga a műanyag doboz ilyen pattintós. Aha. Oké. Na. Le kell pattintani a négy sarkat, és egyből ahol látom, maga az összeszerelt mikrofon ki is vehető belőle. Hát ez gyorsabb volt, mint amit gondoltam. Oké, van itt egy mikrofon, és van itt egy USB kábelünk. Ezen kívül még találunk itt egy átalakítót. Ennek a segítségével rá tudjuk szerelni magát a mikrofont ilyen asztali állványra is. De erre most nem lesz szükségünk, mivel a mikrofonok az asztalon lesznek mindig. Oké. Ezt vissza is rakom a dobozba. Na, nézzük meg, amik itt közelebbről. Maga a mikrofon eléggé nehéz, így első fogásra. Szerintem van olyan nehéz, mint a másik az SPC-től. Magasságra magasabb biztosan, maga a mikrofon is ilyen robusztusabb. Mutatok nektek közeliket is róla. Na, ilyen közelről a mikrofon. Felül ugyanúgy van rajta egy némító gomb. Ebbe szintén ugyanúgy, mint az SPC-be, előről kell belebeszélni. Alul van rajta egy kis tekerő, itt tudjátok állítani a hangerőt. Szóval balra lehúzzátok a hangerőt, jobbra pedig felhúzzátok. Maga a mikrofon ugyanúgy rezgésmentes nyeregbe van. Van rajta ilyen kis állító felület, itt tudjátok állítani a mikrofonnak a dőlésszögét. Itt hátulról a mikrofonon pedig láthatjátok a beállításokat. Ez a mikrofon már rendelkezik négyfajta beállítással. Na srácok, szóval a négy mód a mikrofonon. Első a sztereó, az előről, jobbról és balról veszi a hangot, ez főleg zeneszámok készítésénél használják. Második az olyan, hogyha bekapcsoljátok, akkor a szobában minden oldalról veszi a hangot. Szóval lerakjátok középen, akkor mondjuk odaülhettek 5-6-an is, és mindenkinek egyformán fel lesz véve a hangja. Következő az a kardioid, az ugyanaz, mint az SPC-nél, szóval egyirányú, szóval ezt főleg ilyen podcastoknál használják. Negyedik pedig a bidirectional, ez ilyen face-to-face, szóval ez arra szolgál, hogyha lerakjátok ide középre, ül veletek szemben is egy ember, akkor nekem fogja felvenni a hangomat, és neki, szóval két oldalról veszi a hangot ilyenkor. Ez lenne a négy mód. Én főleg a kardiódot fogom használni, ugyanúgy, mint a barátném az SPC-nél is, szóval, hogy mindenkinek egy irányúan szedje fel majd hangját. Most pedig nem más maradt hátra, mint egy jó kis hangteszt. Na szóval, láthattátok a mikrofont, hogy néz ki, most pedig jöhet a hangpróba. Most a GoPro-nak halljátok a hangját, ez a GoPro-nak a mikrofonja. Most pedig a HyperX-nek halljátok a hangját, ez a HyperX-nek a mikrofon hangja. Szóval ez a különbség. Most a GoPro-t halljátok, ez a GoPro-nak a minősége, idáig mindig ez volt a videókban, hogyha ilyen kis vlog volt.
Most pedig a HyperX-et halljátok, ez a HyperX-nek a minősége, szóval remélem, hogy kvalitás lesz majd a podcast, amit fogunk készíteni a jövőben nektek. Van egy mute gomb is amúgy a HyperX-en, ha kikapcsolom a mikrofont, akkor leállnak a színek, leáll maga az RGB világítás, és nem hallatok olyankor semmit. Ha újra rányomok, akkor viszont újra halljátok a hangomat, ki is próbálhatjuk. Most lenémítom. Visszarakom, akkor egyből halljátok, hogy mit is mondok. Nos, srácok, remélem tetszett nektek ez a kis unboxing és bemutató videó. Ha igen, akkor mindenki dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, és jövünk a podcastekkel most már. Ha szeretnétek egy összehasonlító videót a HyperX és az SPC-vel, akkor írjátok meg kommentben, és készítek nektek egy hangösszehasonlítást a két mikrofonról. Szóval ennyi lenne. Motorozzatok sokat, találkozunk legközelebb a következő videónál. Addig sziasztok! Hello!